Továbbfejlesztettem az egyik széria termékemet, ez pedig a Francesca dobóbalta. Több minden zavart a régi változatban, ebben az újban viszont ezek mind kilettek küszöbölve. Például újítás a régiekhez képest a hangsúlyosabb köpű, sokkal magasabb a köpű, így jóval masszívabban rögzíthető a fej a nyélhez. Az élén van még egy alaksajátosság, amire félnem figyelmet, hogy ilyen orrszarvú lett a balta. Tehát ez azért van, hogy itt a hegye álljon bele a célba, ne pedig az éle. Tehát nagyjából így ennek a vonalnak a mentén áll bele a célba. Illetve sokkal inkább a felső íve a balta fejének S alakú, az alsó pedig egy ilyen C alakra emlékeztet. Ez egy teljesen történelmileg hiteles forma, régészeti leletet másoltam le kép alapján. A méretek is nagyjából megegyeznek, kb. 18 cm a fej hossza, az él hossza olyan 6,5-7 cm, és a fej tömege nagyjából 420 g. Na nézzük, hogy lehet dobni. Átteszem a fényképezőt a bal kezembe. Reméljük beletalálok így félkézzel is. Igen. Így. És akkor figyeljük meg, hogy hogy állt bele. Tehát láthatjuk, hogy a hegye ment bele a fejnek, egészen mélyen beleállt. A köpű, mivel magas, nagyon jól rögzíthető a nyélhez a fej, alig lötyögősülött meg, egy icike-picike hézak keletkezett csak itt a szakától, tehát csak egy nagyon kicsit távolodott el a becsapódás miatt a nyél a köpűtől. Most kihúzom, és akkor itt lehet látni, hogy egész mélyen benne volt. Szóval nagyon tetszik ez az új dizájn. Le vagyok tőle nyűgözve.